És lehet, hogy Andiék megvernek. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban, hát ugye január van, és általában minden év januárjában azt szoktam csinálni, hogy összegzem ugye az előző évet, illetve kicsi előtre tekintés, hogy mi válható erre az évre. Az előretekintés sokkal kevesebb, mint a visszatekintés, és az összefoglaló, de a mai az egy pont egy előretekintés lesz, ugyanis idén is megnézegettem, hogy úgy... Igen, megnézegettem, hogy ugyan milyen adaptációk várhatók 2023-ra. El fogom felejteni, hogy most már 2023-at kell mindig mondani, és biztos, hogy lesz néha, amikor véletlen 2022-t fogok mondani, vagy még akár másik dátumot. Szóval igen, végignéztem, hogy milyen adaptációk lesznek, és hogy mi az, ami ezekből engem érdekel, vagy releváns számomra, mert ugye minden évben nagyon sok filmet adaptálnak, mármint könyvet adaptálnak filmé, nem mindegyik releváns számomra. Úgyhogy igen, összeszedtem ezeket, úgyhogy nézzük, mik lesznek a 2020, mik azok a 2023-as adaptációk, amiket valamilyen mértékben várok, vagy ilyesmi. De nyilvánvalóan ezeken kívül sokkal több van, úgyhogy érdemes megnézni, van nagyon-nagyon sok lista erről, hogyha valaki a többire is kíváncsi. Nyilván én azokat hozom ide, amikről valamilyen módon tudok beszélni. Kezdjük is! Az első az a Daisy Jones and the Six. Én ezt a könyvet még nem olvastam, ez egyébként egy recenziós példányom, és már nagyon sok ember mondta, hogy ez egy nagyon jó könyv, és ugye olvastam tavaly az Evelyn Hugo-t, és azt nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy erre is nagyon kíváncsi vagyok. Emma azt mondta, hogy neki ez ráadásul sokkal jobban tetszett neki ez a kedvenc Taylor Jenkins Reid könyve. Úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok, és igazság szerint ez itt tök jól jött ki, hogy pont lesz belőle a film is. Még több okom van elolvasni a könyvet, úgyhogy szerintem nagyjából ez így a januári olvasmányaim között elsőként fog szerepelni. Ebből a könyvből egy TV minisorozat lesz, ha jól láttam. Azt tudom, hogy olyan színész játszik majd benne, aki az Éhezők viadalában is játszott a második részben. Úgyhogy kíváncsi leszek a könyvre is, meg a filmre is, de mindenképp szeretném előbb a könyvet elolvasni, meg még meg kell hozzá hallgatnom a Fleetwood Mac-nek néhány számát. Emma mondta, hogy melyik album az, amire kb. Épül a könyv maga. Ez egyébként egy Daisy Jones és And the Six nevű zenekarról szól, és az lesz nagyon érdekes ebben a könyvben, hogy ez egy ilyen interjúsan van megírva, tehát az egész könyv sok-sok interjú, az egész könyvet sok-sok interjú teszi ki. Na, igen. A második az... Hát nem egy olyan túl meglepő dolog, ugye a Dune film az nagyon nagyot aratott, én úgy gondolom. És azt hiszem jó könyvet mutatok, mert ugye majd jön a Dune 2, második felvonás, második rész, de hogy ez a Dune-nek az első könyvnek a második fele, ha én jól tudom. Igazából nekem tetszett az első film is, csak ez egy tipikusan egy olyan univerzum, amiben rengeteg-rengeteg információ van, és a film önmagában nem ad elég információt, mert szerintem ez egy ilyen lehetetlen küldetés, hogy elég információt adjon, mert ez a könyv így néz ki belülről. Itt nem spóroltak a... Nem, itt pont, hogy itt spóroltak a margókkal, meg a sorközökkel, meg a betűt mérettel is. Tehát ez rengeteg szöveg. Ideje lesz Dűnét is olvastam, mert én nem olvastam még a Dűnét, csak megvan. Mert ugye apa nagyon Dűne fanatikus volt tavaly. Úgyhogy igen, ez is még vár rám, de kíváncsian várom egyébként a filmet, mert maga a film az tökre felkeltette az érdeklődésemet a könyvek iránt, úgyhogy majd ígérem, majd elolvasom. Elég masszív mérete van, és picit félek tőle. A következő, ami nem vagyok benne biztos, hogy annyira érdekel engem, ugyanis ez az Éhezők viadala kiegészítő kötetének a filmadaptációja, ami ugye a... Nem írtam fel a magyar címét a könyvnek, de ugye ez az Énekes madarak és kígyó balladája. The Ballad of Songbirds and Snakes. És az nem teljesen vagyok képben arról, hogy ez a könyv így miről szól, mert nekem nem volt egy nagy kedvencem az Éhezők viadala, főleg a végére nem, és így nem tudom. Tehát én nem vagyok ilyen nagy Éhezők viadala fanatikus. Nem is olvastam az előzmény történetet, ez azt hiszem a prezident, vagy igen, a Snow elnök fiatalabb korában játszódik, talán valami ilyesmiben vagyok képben.
Nem tudom, még az is lehet, hogy meghozza majd a film a kedvemet, vagy ilyesmi az elolvasásához a könyvnek. De igen, tehát ez alapvetően ilyen... Kb. Tudom, miről van szó, de amúgy annyira nem... Még nem döntöttem el, mennyire érdekel. Hát a következő, amit felírtam, nyilvánvalóan a Percy Jackson sorozat, amit nagyon várok, ha erre még valaki nem jött volna rá. De ugye a Percy Jackson sorozatot hivatalosan 2024-re írja egyelőre a Disney+. Én nagyon reménykedem, hogy én 2023 végéig kiadják, és nem kell 2024-ben menni még egy kört majd ezzel, de hogy én nagyon szeretnék most már Percy Jackson sorozatot nézni, és úgy várom, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon remélem. Ugye már kaptunk hozzá ilyen nagyon-nagyon korai teaser trailert, tehát az tényleg nagyon korai, mert még nem fejezték be a forgatásra, vagy ilyesmi, de hogy... Légy szíves, Disney+, légy szíves, adjátok ki 2023-ban. Na jó, hogyha nem fejezik be a dolgokat, és még kell nekik idő, akkor nyilván 2024-ben inkább öljenek bele több időt, és kapjam meg később, csak ilyen jó legyen. Léci. És ha a Disney Plus véletlen rendezne valamilyen, nem tudom, elővetítést, vagy valami eseményt, nem tudom, Magyarországon, akkor ajánlom magamat PR rendezvényre. Tovább! A Vörös, Fehér és Királykék, annak azt hiszem ez a magyar címe, szóval a Red, White, Royal, Blue, ami Casey McQuinstonnak a könyve, ami ugye arról szól, hogy az amerikai elnök fia és a brit királyi család egyik hercege lehetséges, hogy szerelmesek. És ebből is készül film. Annyira nem követtem ennek a készülését, csak mindig látom róla a posztokat, úgyhogy így tudtam, hogy igen, ebből készül film. Erre nem találtam egy előre biztos információt, azt írják, hogy a forgatását, azt hiszem a forgatását befejezték, szóval ilyen post-productionben van, és lehet, hogy 2023-ban ki is jön. Úgyhogy erre kíváncsi leszek, mert egyébként a Red, White and Royal Blue az egy jó könyv volt, az erotikus jeleneteket leszámítva, mert mind tudjuk, hogy nem szeretek erotikus jeleneteket olvasni. De ezt már nagyon sokszor elmondtam. Következő, ezen kicsit meglepődtem, tehát itt tök random az egyik listán láttam, és semmit nem hallottam róla. Ez egy Spiderwick krónikák újraadaptálás. Ugye ebben már van egy film, ami amúgy szerintem egész jó, én tök szerettem azt a filmet. Nyilván viszonylag régi, szóval olyan benne a CGI, minden, de én szerettem a Spiderwick krónikák filmet. És most lesz egy új, és ez is egy Disney sorozat lesz. De hogy így ennyi, csak így ennyit láttam, 23 Disney sorozat. Spiderwick krónikák. Szóval, hát ha tényleg lesz, akkor, és én láttam már hozzá castingot, meg mindent, úgyhogy valószínűleg ez így történik, csak fullosan nem hallottam róla semmit. Jó, mondjuk a Disney Pluson jelenleg a Percy Jackson érdekel a legjobban, és azt nyilván aktívan figyelem, a többit meg így nem érdekel, Percy-t akarok. De igen, elvileg lesz Spiderwick újraadaptálás is. A következő is egy ilyen, egyébként én erről nem tudtam, de Sixin Liu-nak, vagy Liu Sixin, nem tudom pontosan, hogy kéne kiejteni még mindig. Szóval neki a Három test probléma című sorozatát adaptálják, hát az első könyvvel kezdik, gondolom. Ez egy sorozat lesz, szintén, nagyon sok adat. Egyébként szerintem könyvet sokkal, hát hogy mondjam, szerintem logikusabb azért logikusabb sorozatként adaptálni, mert egy hosszabb könyvet, vagy könyvsorozatot sokkal egyszerűbb úgy adaptálni. Vagy ilyen Gyűrűk ura hosszúságú filmek lesznek belőle, tehát hogy így ez a két véglete van. Szóval ebből is készül jelenleg sorozat, én úgy láttam. Erről nem tudok sokat, de magáról a könyvről sem, mert ezt sem olvastam még. Kifejezetten kevés könyvet adaptálnak 2023-ban, amit olvastam is. Ja, úgyhogy ilyen ez. Nem olvasok ehhez elég gyorsan, meg nem... Nagyon sok tehát ilyen két véglet van, vagy régebbi könyveket, mert egy csomó Agatha Christie is kerül most adaptálásra, vagy nagyon új könyveket adaptálnak, és én valahogy így a kettő között olvasok a legtöbbet, de úgy tűnik ebből is lesz. Jó, hát a következő az a Shadow and Bone második évada, amit várok, mert nekem nagyon bejött a Shadow and Bone első évada is, még hogyha a könyvek nem is a életem legjobb olvasmányai voltak,
szerintem nagyon jól adaptálták a könyveket, úgyhogy nagyon jó volt már az első évad is, úgyhogy kíváncsian várom, milyen lesz a második. Remélhetőleg rá tudom majd venni Balást, hogy folytassuk. Igen. Bár lehet, hogy ő már nem sokra emlékszik a sztoriból, és de azért még egész emlékszem. Voltak pillanatok, amik nagyon belém égtek, lehet azért, mert mellett meg akartam benne folytani, de hogy amúgy igen, tehát egész emlékszem még. És az utolsó, amit én erre magamnak felírtam a kis listában, ez egy nem tuti, hogy megjelenik 2023-ban, erről se tudtam. Bár azért bevallom, hogy így év végig, tehát így az év második, tavaly az év második felében így nem sok, hát nem tudom ilyen. Ugye volt ilyen videózási gondjaim, olvasási gondjaim, minden volt itt ahhoz képest, egyébként egy csomó könyvet olvastam, na mindegy. Szóval nem nagyon nézegettem én ilyen információkat a tavalyi évben. El voltam úszva más teendőkkel, úgyhogy, de elvileg lesz Teknősök végtelen sora adaptálás, amire nagyon kíváncsi leszek. Viszont erre azt írják, hogy ez elvileg már szintén post-productionben van, tehát elvileg már ennek is befejezték a forgatását, de nem írtak hozzá dátumot, mert ez nem teljesen biztos, hogy lesz. Erről nem találtam egyéb információt, pedig próbáltam kideríteni. Igen, legalábbis IMDB nem volt hasznos, meg a cikkekben se írtak sok mindent. De erre kíváncsi leszek, mert azért a John Green adaptációkat szoktam szeretni, bár az Alaszka nyomában még mindig nem néztem meg, de elárulom azért, mert én nem szerettem az Alaszka nyomában könyvet. És lehet, hogy Andiék megvernek. Bár azt mondják, hogy a sorozat jó lett belőle, úgyhogy még lehet meg is nézhetném akár, hát ha megváltozik a véleményem. Én tudjátok, mit szeretnék? Én egy Katrina Köbben adaptációt szeretnék. Mármint szeretem John Greennak a többi könyvét, és kivéve az Alaszka nyomában, de hogy egy Katrina Köbben. Nekem az a kedvenc John Green könyvem. Lehet azért, mert annak a végén nem akartam teljesen a karnomba dőlni, de hát igen, ez van. Szóval ezek lennének azok az adaptációk, amik valamilyen módon érdekelnek engem 2023-ban és a levánsak számomra. Ezek azok az adaptációk, amik engem fognak érdekelni idén. Kommentben pedig írjátok meg, hogy ti melyik adaptációkat várjátok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!